Anyukám arra nagyon ügyelt, hogy az édesapámat az édesapánként tekintsem. Annak ellenére azt is hozzátenném, hogy ők nagyon rossz viszonyban váltak el. Ennek ellenére nekem nagyon-nagyon szoros viszonyom van az édesapámmal, neki köszönhetem. Oké, egy ország kísérte figyelemmel a válásotokat GVM-mel. Átörökíted a saját gyerekeidre és a saját életedre ezt az életszemléletet, amit az anyukád képviselt? Totálisan egyet kell, hogy értsek, hogy nekem személyesen is nagyon fontos az, hogy egy szoros kapcsolata legyen a gyerekeknek. Én egy elég törtető és törekvő nőnek gondolom magam, hogy valamikor ugye az voltam. És aztán jött a szerelem az életembe, megérkezett, és én megálltam, hogy hoppá, hát azért mégiscsak az életnek az értelme, igazi értelme az, hogy boldog család életet éljünk. Csak aztán ugye ember tervez, Isten megvégez. A három igazság mai vendége Nagy Melani, üdvözlünk szeretettel. Tomi mutatja a szabályokat, illetve mondja. Ma is három témakörrel készültünk, a három borítékba rejtettük el ezeket a témaköröket, de hogy melyikkel kezdjük, folytassuk és fejezzük be, azt te döntheted el, rajtad múlik a sorrend. Közel 10 percig válaszolunk rá, lehet kevesebb, több is. Érdeklődésednek megfelelően bontjuk ki a témákat majd. És majd jön a te igazságod, de ez csak a végén. Melyik szín? Legyen a zöld. Zöld? A zöldben Laci témaköre van. Na, lássuk. Mi az igazság? Cigányság, zsidóság, kereszténység? Hogyan fér meg harmóniában egy emberben? Igen. Itt látható. Igen. Itt látható. Ez egy jó kérdés, szeretem ezt a témát, és szívesen beszélek róla. Nagyon természetes dolog ennek a sok mindennek az egyvelege az életemben és a történetemben, mert hogy ha az ember nagyon pici korától kezdve kerül ebbe a közegbe bele, és ebbe a szituációba, akkor teljesen természetes. Tehát semmilyen... ellenérzésem soha nem volt ezzel kapcsolatban, hogy én hogyan közelítsem meg ezt a témát. Tegyük hozzá csak, hogy mindenki képbe legyen, hogy te cigány származású vagy. Így van, én egy tradicionális olasz cigány családba születtem, Békés Csabán, és egy ortodox zsidó közegben nőttem fel. Igen, és te beszélsz héberül. Beszélek például. Beszélek héberül, és egyébként megkeresztelt katolikus keresztény vagyok, tehát hogy én ugye a roma közösségen belül a kisgyerekeknek a megkeresztelés az egy egészen természetes. Valójában, ha külön-külön nézed, mindegyik csodálatos kultúra. És ezeket a kultúrákat ötvözni képes ember, az nagyon ritka. Nekem ezt nem kellett tanulnom. Ez természetesen jött. Teljesen természetesen jött, mert ha nem is beleszülettem, de ezzel együtt nőttem. Oké, a héberül beszélsz, meg angolul is beszélsz. Igen. Cigány nyelvet beszélsz? Értem. Nagyon kicsi voltam, baba voltam, amikor elváltak a szüleim, és ez a mai napig egy nagy szívfájdalmam egyébként, úgyhogy tervezem, hogy a közeljövőben, de nagyon-nagyon sok tervem van, de remélem, hogy minél hamarabb erre is sor fog kerülni, mert azt gondolom, hogy az a típusú nő vagyok, aki ha valamit elhatároz, akkor az úgy is lesz. De érteni érted, hogyha... Érteni értek. És ráadásul az édesapám, ő egy, amellett, hogy gyógypedagógus és egészséges és sérvő gyerekeket is tanít, ő cigány nyelvtanár is. Tehát ez a különös pikantériája a dolognak, hogy sikerült angolul és héberül megtanulni. Cigányul meg pont nem még. Azonban értek, és otthon, ahová születtem, Békés Csabán, ott minden gyereknek az anyanyelve a cigány nyelv, tehát az ott természetesen. Édesapád csodálatos, 35 évesen szerzett ugye diplomát, és nagyon-nagyon izgalmas egyéniség. Ő maga valaha is hangot adott annak, hogy örülne, ha nem csak értenéd a lovári nyelvet, hanem beszélnéd is?
Természetesen azért ezt rendszeresen hozzá van vágva. Kapod az arcodra. Sőt, annyira, hogy ugye ő még mindig Békés Csabán él, tehát azért jó, minden viszonyítás kérdése, de itt Magyarország viszonylatban azért a Békés Csaba az nem a szomszédban van, úgyhogy olyan nagyon sűrűn nem látjuk sajnos egymást, de igyekszik minél többet jönni az unokáihoz, meg én is igyekszem, hogy minél többet lehessenek ott a szülőföldemen, meg abban a közegben, és édesapám nagyon sokszor cigányul beszél az én gyerekeimhez. Hogy jött az életedbe a héber iskola? A nevelőapukám egy amerikai zsidó férfi, aki hát közvetlenül azután került az életembe, hogy Budapestre kerültünk édesanyámmal, tehát már egészen pici koromtól kezdve úgymond nevelt. És hány éves voltál? Másfél. Tehát akkor te rajta, tehát nem emlékszel másra, csak arra. Illetve anyukám arra nagyon ügyelt, hogy az édesapámat az édesapánként tekintsem is. Úgy gondoljak rá, tehát hogy ez neki mindig nagyon fontos volt, de emellett nem lehet elmenni a tény mellett, hogy a mindennapokban ő volt az, aki tanított járni, tanított beszélni, és ez is egy nagyon különleges része az életemnek, hogy őt én tanítottam meg magyarul, mert ugye egyszerre kezdtem el beszélni amikor ő is elkezdett magyarul beszélni, és ő meg ugye, hát nekem ugye az angol az már egy természetes nyelv volt, hogy ők úgy kommunikáltak anyukámmal, addig, amíg nem tanult meg magyarul. Úgyhogy nekem azért elég korán... Akkor ő egy jó pótapuka volt. Nem csak volt, hanem az is mind a mai napig. Mind a mai napig nagyon-nagyon szoros kapcsolat van közöttünk. Azok után, hogy elváltak az édesanyámmal, én 17 éves koromig éltek. Én 17 éves voltam. 17. Tehát, hogy 16 évet voltak körülbelül együtt, és azóta is... Nagyon sokat utazik Amerikába, Izraelbe, Kínába, vagy üzletember, de nagyon szorosan tartjuk a kapcsolatot, és a kislányára én már úgy tekintek, mintha a saját gyerekem lenne, mert hát szinte az én gyerekeimmel egykorú, de hogy tényleg egy nagyon szoros családi kötelék van közöttünk, már csak abban a tekintetben is, hogy az ő családjával is azért igyekszem tartani a kapcsolatot. Akkor... Mert hát szerves része volt az életemnek. Igen, tehát akkor által és az ő révén kerültél abba a bizonyos iskolába. Így van, viszont nem ő erőltette. Tehát édesanyám volt az, aki azt mondta, fantasztikus asszony az anyukám, ezt tényleg csak ódákat lehet az édesanyámról zengeni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy hazaköltözünk, mert mi akkor Moszkvában és New Yorkban laktunk így felváltva, amikor kicsi gyerek voltam, és azt mondta, hogy azt akarja, hogy itthon járjak iskolába, itthon kezdjem a magyar oktatási rendszerben az életemet, és ha már itthon vagyunk, akkor viszont egy zsidó iskolában. Azt kell, hogy mondjam, hogy elsőre azért nekem rosszul hangzik, hogy nem New Yorkban és Moszkvában akart tanítatni az édesanyját, hanem Magyarországon. Anyukám nagyon családcentrikus asszony, és foggal, körömmel ragaszkodott mindig ahhoz, hogy a családi egységet azt tartsuk, és közel legyünk egymáshoz, és neki nagyon fontos volt, és most már felnőttként én is értem azt, hogy ez miért van így, főleg mióta anyuka lettem. Nekem is fontos az, hogy a gyerekeim a családom közelében legyenek. Tehát anyukád bármennyire is tudta volna, hogy egy New York-i oktatási intézmény és a világlátottság jót tesz a lányának, a családi gyökerek miatt? Így van, attól, hogy hazaköltöztünk, nem zárt el a világtól, tehát hogy számtalanszor voltam New Yorkban, jártam Izraelbe, voltam Kínában, tehát hogy engem nagyon ilyen kis életre való gyereknek nevet. Mondtad, hogy másfél éves voltál, amikor új családot alapított az anyukád, de hogy mindig ragaszkodott ahhoz, hogy az édesapáddal legyen egy teljesen normális hétköznapi kapcsolatod. Annak ellenére azt is hozzátenném, hogy ők nagyon rossz viszonyban váltak el. És talán azt is hozzátenném, nem vagyok benne biztos, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ők én most vagyok 33 éves, hogy szerintem ők az elmúlt 30 évben egy szót nem váltottak egymással. Ennek ellenére nekem nagyon-nagyon szoros viszonyom van az édesapámmal, neki köszönhetően. Oké. Adódik az összhangzattan. Egy ország kísérte figyelemmel a válásotokat GVM-mel. És van két kisgyereketek. Így van. Két gyönyörű. Még jó, igen. Átörökíted?
a saját gyerekeidre és a saját életedre ezt az életszemléletet, amit az anyukád képviselt? Azaz fontos neked, hogy a gyerekeid apai kapcsolatot ápoljanak? Minden tekintetben. Az anyukám minden tekintetben is példa, nem csak nekem, hanem azt gondolom, hogy számos más embernek is, de abszolút. Tehát, hogy nyilván válás és válás között, minden válás között nagy különbség van, és máshogy alakulnak az emberi életek, de ebben totálisan egyet kell, hogy értsek, hogy nekem személyesen is nagyon fontos azt, hogy egy szoros kapcsolata legyen a gyerekeknek. És ezért is szülőként tesztek is naponta, akkor gondolom. Én azt gondolom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ez úgy alakuljon, ahogy kell. Okay. A kérdés az ugye úgy szólt, hogy cigányság, zsidóság, kereszténység hogy fér meg harmonikusan egy emberben, és ugye rögtön rávágtad, hogy hát így, és természetesen. Na de azért ez szerintem úgy szokott történni, hogy amikor az ember föleszmél, mondjuk kamasz lesz, vagy fiatal felnőtt, akkor jön rá, hogy bizonyos dolgokra, hogy én roma vagyok, hogy nekem közöm van a zsidó kultúrához, hogy egyébként én meg vagyok keresztelve, hogy akkor most mi vagyok? Tehát, hogy amikor te eszméltél, akkor ezek nem okoztak zavart benned olyan szempontból, hogy mi a te igazi identitásod? Most, ha így visszagondolok az akkori, mondjuk tinédzser koromra, de szerintem ez már korábban megfogalmazódott bennem, és azt gondolom, hogy természetes folyamat az, hogy kisgyerekként is mondjuk másként teszed fel magadnak ezeket a kérdéseket, meg majd tinédzserként is másként teszed fel a kérdést magadnak. Nagy segítség volt az számomra, hogy anyukám egy nagyon nagy támogató közeg volt, meg a családom, a nevelőapukám, az édesapám, tehát hogy ők nagyon egyszerűen és tisztán kommunikálták ezt a történetet felém, és azt mondták egyébként, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy nagyon nagy szabadságot adtak nekem. Azt mondták, hogy Melanie, ha te be akarsz térni a zsidó közösségbe, és azt mondod egy ponton, hogy te felveszed ezt tovább, minden további nélkül. Ha pedig nem, akkor nem. Tehát, hogy még véletlenül sem próbáltak meg befolyásolni, és ami a legszebb a történetben, hogy a közösség sem. Ez tényleg nagyon érdekes, hogy ahogy ezekben a különböző kultúrákban, és azért ezek erős kultúrák mindegyik. És nagyon sok a hasonlóság is. Igen. Egyébként hozzáteszem, hát ha elkezd. Nagyon örült annak, hogy én bokáig érő szoknyában, hosszú jó felsőben járok iskolában nap, mint nap. Hasonló értékrendek. Abszolút. Találom. A család tekintetében arról való gondolkodásmód, nagyon-nagyon sok hasonlóság van. A kisgyerekeidnek ebből mit tudsz, hogyan átadni ebből a sokszínűségből? Például azt, hogy én is egy nemzetközi közösségbe, olyan óvodába irattam be őket, ahol mindenféle nemzetiségű gyerekkel találkoznak és érintkeznek. Most anyagi okokból ezt nem tudom megengedni tovább magunknak azt, hogy ebben az intézményben tanuljanak, de ez egy másik kérdés, például a kislányom itt vitte végig a tanulmányait, és szerintem ez remélem, hogy majd egyszerű is így fog erre visszatekinteni, hogy ez egy plusz. Így kinyílt neki a világ, nem? Van, tehát, hogy és ez egy mondjuk egy olyan intézmény, ahol a zsidó ünnepeket, a kínai ünnepeket, az indiai isteneket, tehát hogy már kiskorukban mindent megünnepelnek. Igen, ezek zseniálisak egyébként. És mindenféle nemzetiségű gyerek együtt tanul. És tehát, hogy neki természetes az, hogy nem tudom, ismeri a indiai kultúrát, ételeket, a kínai barátai ugyanúgy hoznak neki édességet, ő meg vissza miénkből. Tehát, hogy ez például egy lépés a részemről, hogy ezt az utat próbálni. Hát neki. Szerintem a mai világban talán a legfontosabb lépés. A másik az, hogy lehetőségeink szerint próbálom őket minél több helyre elvinni a világban. Remélem, hogy úgy, mint az édesanyám is, feltett engem a repülőre, menjél, láss világot. Remélem, hogy mi majd megtehetjük azt, hogy együtt szerzünk ilyen közös élményeket. De ez számomra nagyon fontos, hogy ők is ilyen szabad elvűen és nagyon nyitottan és nagyon érzékenyen lássák a világot. Jöjjön a következő kérdés. Melyik legyen az? Őrült kíváncsi vagyok, hogy azt húzod el. Sárga. Sárga. Sárga, abban az én kérdésem van, témaköröm van. Akkor azt húztad. És az pedig így szól. Mi az igazság? Lesz atomháború?
Na hát, hogyha én ezt meg tudnám jósolni, akkor valószínűleg... Na várjál. Itt álljunk meg. Neked erről papírod van. Bizony. Mielőtt belevágnánk azért a témába, mert azt azért hozzátenném, hogy én nagyon hosszú ideje nem foglalkozom, tehát nem tudom, biztonságpolitikai szakértőként nem dolgozom, és egyébként hiszek abban, hogy mindenki arról beszéljen, amiben relevánsan hozzá tud szólni, és van. Oké, mit végeztél, Melanie? Én a Nemzetvédelmi Egyetemen ott kezdtem, aztán átalakult, tehát... A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Közszolgálati Egyetemi alakult időközben, és nemzetközi kapcsolatokat. És milyen szakirány? Csak szakértője lettem. És milyen? És azon belül engem a nukleáris fegyverkezés, a közel-keleti háborús közeg, ez akkor az, most csak hadd foglaljam össze, mert ezt ki akartam belőled préselni. Adott volt, ha ezt akarod. Tehát, hogy nyilván azt, hogy egy ilyen közegben, hogy is mondjam, nőttem fel, meghatározza azt, hogy van egy bizonyos irányultságom, meg valamilyen szinten elfogultságom is, és aztán ezt majd szakértőként, aztán külön, az egy külön folyamat volt megtanulni, hát várjál, elkezdődött ez a folyamat egy sokszínű gyerekkorral. Igen. Ez természetesen ad már egy szélesebb kitekintést a világra. És utána, amikor az ember megint csak édesanyád akkor valószínűleg, mert akkor ott nem nagyon lehetett B-terv se édesanyától, se édesapától, hogy már pedig mész valamilyen felsőoktatási intézménybe. Nem, ez nem így történt. Mondom, annyira anyukám tényleg ő szemmel nevel, tehát hogy neki nem kell megszólni, neki nem kell, ő szemmel irányít. Igen, véged van, ha nem jelentkezel. Tehát nekem ez is egy természetes dolog volt, tehát én ezzel nem gondolkodtam, hogy megyek tovább tanulni, vagy nem, hanem nekem ez egy teljesen természetes volt. És csak hogy oda visszacsatoljak egy kicsit a gyerekekhez, hogy mit teszek még azért, például ők is ebben az intézményben angolul tanulnak, tehát nem is beszéltek magyar nyelven egyáltalán, úgyhogy azt azért már elmondhatom, hogy a kislányom majd, hogy nem anyanyelvi szinten ért és beszél. Mennyi idős most? 7, most végeztem az első osztályt. Nyitod, semmi más nem csinálsz, nyitod neki ki a világot. És azt gondolom, hogy ez a fontos, és ez fog előre vinni mindannyiunkat az életben, hogy megpróbálunk nem csak nyitottak lenni egymás felé, hanem az egész világra. Tehát úgy értem, hogy nem csak a szűk közegünket tekintve, hanem megpróbálni kitekinteni minél távolabbra. De ugye, ahogy föltettem a kérdést, rögtön egy jót derültünk, miközben persze amúgy szörnyű, hogy ez a kérdés egyáltalán fölmerül, de te ma már nem, tényleg nem foglalkoztat ez a témakör? Tehát a nukleáris fegyverkezés? Más az, hogy professzionális szinten. Jó, oké, rendben, de ugyanúgy még olvas arról? Ha természetesen, tehát, hogy nyilván ne menjünk messzire, nincs 24 órája, hogy megölték Iránban, Teheránban az egyik politikai vezetőjét a Hamasznak, tehát, hogy nyilván az ember követi az eseményeket, megolvassa. Nem sokkal korábban, néhány órával azt megelőzően meg Libanonban a Hamas Hezbollah vezetőjét. Tehát, hogy nyilván az ember követi, nézi, elemzi magamban, tehát nyilván... Elemzed, és aggódsz? Azt gondolom, és ezt most nem a szakmai véleményem, hanem a személyes véleményem az, hogy van miért, van aggódnivalónk. Van. Tehát, hogy talán még ennyire kielezett nem volt ez a helyzet, és azt, hogy most milyen további lépéseket fog ez szülni, az már megint csak egy jó kérdés, és azért, ha visszatekintünk a közelmúltra, vagy a nem túl közelmúltra, azért itt mindig komoly válaszcsapások érkeznek, és mind a két fél tudja, hogy mi a legfájóbb pont ahhoz, hogy minél nagyobb presztízsveszteség érje a másikat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a háttérben el se tudjuk képzelni, hogy milyen készültségben állnak emberek, és hát mi csak reménykedni tudunk, hogy ez a lehető legkevesebb áldozattal. Anyaként kérdezem, tudnád, mikor kell pakolni? Van annyi rálátásod mindenre? Esélyeket latolgatva, noha már nem foglalkozol napi szinten ezzel? Én azt gondolom, hogy itt Magyarországon mi egy kifejezetten jó helyzetben vagyunk, Európán belül is egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Tekintettel arra, hogy Izraelben mondjuk mennyi
most már így mondhatom azt, hogy rokonom, barátom, vagy olyan emberek, akiket igazán közel érzek magamhoz él, azt, ők viszont ezt nem tudják magukról elmondani. Nekik tényleg tudni kell azt, hogy mikor kell pakolni, noha ők nem akarnak pakolni. Ez egy másik történet. De tehát szerintem mi itt Magyarországon elképzelni nem tudjuk azt, hogy milyen érzés ezzel a tudattal együtt élni, hogy bármikor el kell hagynunk az otthonunkat. De 33 éves vagy, ahogy mondtad. Az én kis-nagy lányom az 34, tehát nyugodtan azonos korúnak lehet benneteket tekinteni, és ő biztonságpolitikai szakértő, kutatóként dolgozik, és vele szoktam ezeket a beszélgetéseket érdekes módon lefolytatni, és ugyanúgy megvan a kattanás. Egészen, hát az ember ezt egészen, nem tudja levetkőzni, gondolom magáról. Tehát beszélgetünk apa, gyerek, majd hirtelen szóba kerül, hogy éppen mi van Ukrajnában, Izraelben, Libanonban, Hezbollah, Hamas, Irán, stb. És abban a pillanatban jön a kattanás. Hát ez biztos, hogy egy ilyen velejárója, hogy az ember, ha így kutakodik a témában. Én a középiskola után tudtam azt, hogy valami olyasmivel akarok foglalkozni, ami a nyelvekkel van kapcsolatban, a történelemmel, a diplomáciával, és akkor ott elkezdtem kutakodni, hogy mi az, ami ezzel foglalkozik, és akkor úgy adta magát, hogy a diplomácia. Aztán, amikor már bekerültem az egyetemre, akkor ott megint csak ugye nagyon-nagyon érdekes tantárgyaink voltak. Szerintem egy szuper jól felépített szak ez, mert akkor mi voltunk az elsők, akik ezzel indultak. És akkor ott én hálás vagyok az ottani oktatóknak, mert ők is nagyon-nagyon hagytak minket kibontakozni. Jó, azért nyilván próbáltak terelgetni, tehát nem mondom, hogy amikor a szakdolgozat témámat kiválasztottam, akkor azért egyébként nem abból értem a szakdolgozatomat, amiből szerettem volna. Pontosan ezért, mert a konzulens sem mondta, hogy Melanie, ezzel Magyarországon hát szerintem nem érdemes foglalkozni. És akkor mondtam, hogy hát akkor mivel engem ez érdekel, hogy így pont Izrael, meg Irán és Amerika nukleáris viszonyában szerettem volna, és mondta, hogy azt javasolja, hogy nem. Szerinted ezt amúgy egyébként tudják rólad az emberek? Hogy persze itt-ott már nyilatkoztál és meséltél arról, hogy mi mindent tanultál, de hogy te mennyire vagy felkészült, gondolkodó nő? Mert ugye a széles közvélemény az ugye egy hangos válás egyik résztvevőjeként ismert meg ebben az országban. De hogy ennél te jóval több vagy, ezzel szerinted tisztában vannak az emberek? Én azt gondolom, hogy igen. És én ennek nagyon örülök. Én nagyon, nagyon értékelem azt, hogy ha végigmegyek az utcán, a mai napig megállítanak, és nem azért, hogy nem tudom, azzal kapcsolatban tegyenek valami hozzászólást, hogy mondjuk mi által ismert meg szélesebb körben az emberek, hanem mondjuk egy pénztárból oda szólt egy lány, hogy látott velem egy interjút, hogy én melyik egyetemre jelentkeztem, hol végeztem, és utána nézett, és csak szeretné elmondani, hogy felvették oda, és hogy az én hatásom jelentkezett. Tehát, és azt gondolom, hogy amit itt mondtál, én ezt nagyon jól tudom kezelni, szerintem, hogy az emberek ezt ilyen negatívonként, ahogy most is a te szavadból is azt vettem ki, hogy minthogyha ennek lenne egy ilyen negatív vonulata, hogy engem így ezért ismertek meg, de én ezt nem, próbálom, nem negatívumnak gondoltam én, hanem, tudom, hanem hogy vagy esetleg, vagy hogy sokak szerint lehet, hogy ez kevés, hogy valaki attól legyen híres, mert elvált ezzel abszolút egyet értek, és én ezt mindig szeretem elmondani, hogy az, hogy én most itt ülök, vagy hogy azóta bizonyos felkéréseknek igent mondok, az azért van, mert azt gondolom, hogy a történetemmel, azzal, hogy én milyen magyar cigány nő vagyok ma Magyarországon, és én mit képviselek mondjuk anyaként, vagy most már műsorvezetőként, vagy irodai dolgozóként, mert hogy most már az is vagyok, vagy egyetemi hallgatóként, mert hogy most nyertem felvételt a mester kurzusra. Tehát folytatod? Folytatom egyértelműen, igen. Én ezt mindig nagyon-nagyon szerettem volna.
folytatni, aztán mikor befejeztem az egyetemet, akkor ismertem meg ugye a gyerekek édesapját, utána jöttek a gyerekek, aztán nem úgy alakult az élet, aztán jött a válásunk, akkor másra fókuszáltam, és most azt érzem, hogy eljött annak az ide, hogy én visszaüljek az iskolapadba, és folytassam a tanulmányaimat. Egyrészt azért, pont ezért ez a nyitottság, ez azt gondolom, hogy ez így nem szűnik meg, tehát valahogy ez így mindig mozog az emberben, hogy szeretnék még tanulni, szeretnék fejlődni. Állj meg egy pillanatra, Melanie, és következzen az utolsó. Ja, jó. Amíg elkezdtél beszélni, egy kicsit arra hangulódik a kérdésem, mi az igazság, Melanie? Mit jelent neked erős nőnek lenni? Erős nőnek. Szerintem az erős nőknek és embereknek általában az egyik ismérve azt, hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek. És ezt oda tudnám a beszélgetésünk elejére visszacsatolni, hogy ezt én hozom onnan, hogy hogyan nőttem föl, és hogyan neveltek, és én ezt otthonról hozom, és én ezt az anyukámnak köszönhetem javarészt, meg a családnak, akik szintén ugyanilyen nyitottak, mint amilyen édesanyám. A cigány kultúrában az egy erősen domináns férfi kultúra. Te valójában ezt választottad a sokszínűségből, amikor párt választottál, amikor szültél két gyereket, azaz te a hátteret választottad. Mert ugye ez egy cigány kultúrában, egy cigány családban a nő legfontosabb szerepe, a család hétköznapi összetartása. Majd kívülről látom, és utána cáfolj. Majd utána ez a kép, ez összeomlott. Tehát ez megszűnt létezni. És akkor jött a megint a kattanás. A kattanás. Mert addig mi nem tudtuk, bocsánat, amíg vége nem lett ennek a kulturális szakasznak, családi szakasznak, hogy te létezel. Valójában a zsidó kultúrában is, ugyanez az ortodox közösségről beszélek, most ugyanez elmondható, így hogy van. Ott az anya jelenti az otthon melegét, azt, hogy összetartsa a családot fő feladataként. Tehát egyrészt ez onnan is jön. És mindennek ellenére én egy olyan fiatal voltam, aki nagyon karrierista, nagyon öntudatos, nagyon én megvalósítom, én megyek a céljaim felé, és azért ez jól mutatta azt, hogy olyan, oké, ezek az én kis egyéni sikereim voltak, de amikre én büszke voltam, vagyok, hogy én ezt egy önerőből értem el azt, hogy bejutottam a Brüsszelbe, a parlamentbe, az izraeli nagykövetségen dolgoztam, az amerikai nagykövetségen mai napig ismernek, hívnak, beszélgettünk. Tehát, hogy olyan kapcsolati rendszert alakítottam ki, amiben nem volt hátszellem, és azért tudjuk, hogy ezekben a körökben nehéz érvényesülni, és elismerést szerezni. Úgyhogy én egy elég törtető és törekvő nőnek gondolom magam, hogy valamikor ugye az voltam. És aztán jött a szerelem az életembe, megérkezett, és aztán így egy pillanatra így megálltam, hogy hoppá, hát ezért mégiscsak az életnek az értelme, igazi értelme az, hogy boldog család életet éljünk. És nekem a gyerekek édesapja hozta el ezt a fajta váltást az életemben, amikor azt mondtam, hogy nem azt, hogy az álmaimat fel akarom adni, hanem most az a szakasza van az életemnek, hogy a családalapításon dolgozunk. Aztán majd jön az megint csak az a szakasz, amikor majd nem tudom, egyetemre megyek, vagy folytatom azt, amit én elgondoltam. Csak aztán ugye ember tervez, Isten megvégez. Tehát, hogy aztán így alakultak a dolgok, és nekem nem volt, ezt azért mesélem most el, hogy nekem nem volt furcsa megint ez a váltás. Aha, tehát nekem kvázi visszaléptél az előző fázisba. Egy ilyen, tehát nem ez a része volt ilyen nagyon nagy törés az életemben, hogy most akkor újra vissza kell állni és dolgozni. Akkor mi volt a nagy törés? Inkább az a része, hogy ahogyan történt, a lelki része volt ennek egy ilyen nehezen feldolgozható része, de annyira sikeresnek gondolom az elmúlt két évet. Azt gondolom, hogy ez köszönhető annak, hogy,
hogy jól felépítettem stratégiailag az előttem álló utat, amivel akkor néztem szembe. Uh-huh. És én ezt mindenkinek tudom javasolni jó tanácsként, aki esetleg nehéz helyzetben van, hasonló helyzetben van, mint akkor én voltam, hogy tudomásul kell venni, és kell egyfajta érettség vagy élettapasztalat ahhoz, hogy rájön az ember, hogy nem szabad sürgetni a dolgokat, hanem mindennek eljön az ideje, és szerintem az én sikereimnek, ha visszatekintek így az elmúlt 2 évre, az volt a kulcsa, hogy jól terveztem. Tehát voltak rövidtávú, meg hosszútávú céljaim is, és olyan rövidtávú célokat építettem föl magamnak, amik megvalósíthatóak voltak. Amit éreztem, hogy én képes vagyok megvalósítani, és itt nem keverjük össze azzal, hogy nem merjünk nagyokat álmodni. Mert mennyi ideig tartott a mélypont? Hú, ezt nem tudnám így időhöz. Tehát mennyi volt az, amíg le volt hajtva a fejed, és mennyi? Az nem sok. Nem sok. Nem. El is hiszem. Az nem sok. Az nem. Amikor így nem tudom, így kijörjön. Oké. Most... Az volt hosszú folyamat, az önreflexiónak a gyakorlása. Az már hosszú volt. De ez a lehajtom a fejem, az nem. Az nem. Másképp nem fogom tudni megkérdezni, mert eddig, mintha kopiznád az édesanyád életét, és tudom, ő szavak nélkül is tudja mondani, hogy mi legyen. Nálad is jön az amerikai ortodox üzletember? Tehát még nem nyitott, találkoztam vele. Még nem, de nyitott vagy az élet, tehát nyitott vagy arra, hogy akár ismét egy ilyen fázisba kerülj? Figyelj, már nem tudom hány perce arról beszélgettünk, hogy milyen nyitott vagyok, akkor szerinted? De nem ebben vagy nyitott. Jól van. Semmilyen tekintetben nem vagyok egy ilyen begubózó, bezárkózó. De pont amiről mondom, hogy mindennek eljön az ideje. Most nekem arról szólt az elmúlt 2 évem, illetve ez a szakasza is az életünknek, hogy azok a célok, amiket kitűztem magam elé, azokat meg tudjam valósítani. Itt gyakorlati dolgokról is, tehát hogy nem csak a lelki részéről beszélek, hanem arról, hogy nagyobb otthonunk legyen a gyerekekkel, nem tudom, én elvégezzem az egyetemet, a lányomat fölvegyék abba az iskolába, a fiam átkerüljön, tehát hogy ilyen mindennapi gyakorlati dolgok, ami hozzátartoznak az élethez, ezt a részét akarom rendbe tenni az életemnek, és azt gondolom, hogy most van az a pont, amikor látom is a befektett energiának, és a sok-sok akarásnak az eredményét. Úgyhogy most egy ilyen nagyon-nagyon jó időszakunkat éljük, azt gondolom, mert látom a gyümölcsét. Egyedülálló anyáságnak én minden nehézségét, volt nagyon szép része is, nincs feszkó. Nem volt kivel feszkózni. Volt egy bűbájos kisfiam, évekig egyszerűen egymás lelkében fürödtünk, és nagyon vidám volt a lehetőségekhez képest. Na de ott voltak azok a borzasztó nehéz napi szintű dolgok, amelybe belesajdul a szív. Tudod, melyik, Meleni? Meg fiúk, nektek is mondom. Sosem mondtam még ki. Amikor valami klassz dolgot csinált a gyermekem, úgy indult el, mondott egy olyat, az összekacsintás, hogy nincs ott az a másik ember, aki úgy összekacsintott. Na, ez hiányzik. Nekem ezt teljes mértékben megadja a családom. Rajongásig imádják a gyerekeimet, de tényleg már olyan szinten, hogy túlzásba viszték, és itt nem csak az anyukámra, a nagynénémre, a testvéreimre, a unokatestvéreimre, mindenkire gondolok, hogy egyszerűen olyan törődéssel, őszinte szeretettel, hogy mindig van valakivel összekacsintani. És bármennyire is mondjuk nem kommunikálunk az apjukkal, de pontosan tudom, hogy ő is ugyanennyire büszke, és pontosan ő is ugyanilyen örömmel éli meg ezeket a dolgokat, mint én, úgyhogy ebben értem, átérzem, amit mondasz. De fájdalmat is érzem, a fájdalmat is érzem, de ebben a tekintetben én ezt így megadja ezt az élet, ezt a részét. Azt a luxus pedig, ahogy látom az erőből, meg abból a finom eleganciából, ami egyszerűen sugárzik minden egyes zsigeredből, hogy soha nem engeded meg azt a luxus magadnak, hogy a gyerekek előtt gyengének mutatkoz. Tehát ők egy erős, vidám anyukát látnak. Valahogy így látlak a mindennapokban. Törekszem erre. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem láttak mondjuk
kimerültnek, szomorúnak, idegesnek, de azt gondolom, legalábbis az én nevelési elvem szerint, hogy erre is szükség van. Tehát most nyilván nem azt mondom, hogy az ember megosztja a problémákat a gyerekkel, de hogy lássák azt, hogy az egy normális dolog, hogy anya is kimerült, anya is tud fáradt lenni, anya is, nem tudom, mérgelődik, tehát, hogy én nem akarom azt a képet festeni, ahogy mondjuk a nézőknek se, vagy azoknak az embereknek, akik követik a történéseket velem, hogy itt körülöttem minden szép és jó, mert nem. Nekem is rengeteg dologgal kell megküzdenem, lelkileg is, és itt most nem a válásom tekintetében, hanem ugyanazokkal a dolgokkal, amikkel mindannyian, amiket hoz az élet, az unokaöcsémnek az elvesztése, sorolhatnám, hogy mi mindennel küzd az ember. Nem akarom, hogy azt lássák, hogy én azt szeretném, hogy egy olyan valaki vagyok, aki a tökéletességet mutatja, vagy a tökéletességre törekszik, mert nem. Nem. És a gyerekeimnek sem. Na, bocsánat, mert tökéletes nincs. Tehát, és ha tökéleteset akarunk mutatni, és mindig mindenhez mosolygunk, akkor becsapjuk őket. Így van, meg a legfontosabb magunkat nem akarjuk becsapni. Hát igen. Az a legfontosabb. Jól van, nézzük a te igazságot. Na, mi lesz benne? Na, de akkor ezek szerint még nincs amerikai csávó. Téged csak ez izgat? Persze! Hát, az előbb lepatintott, nem mondtad, hogy mit már. Mi van akkor, ha nem amerikai? Na, akkor mi van? Svéd. Jól van, de egyetlen egyet. Na, még egyet tippelhet. A belga sem volt jó? A belga sem volt jó. Jaj, ne, te ne tippelj, én tippelek. Azt mondja, nem amcsi, nem svéd. Nem belga. Azt mondja, cigányság, zsidóság, kereszténység, Zimbabwe. Nem talált. Ugye, majd ha ott tart a dolog, akkor megosztom. Jó, engem egyetlen egy dolog érdekelt ebben a dologban, mert ebből a szerepből viszont ezt komolyan mondom, nem tudok kiszállni, mert velem jön. Tehát én rád nézek, és látom a lányomat minden szempontból. És ha látom, hogy ilyen teli arccal röhög, akkor a tényekre nem vagyok kíváncsi. Tehát arra, hogy ez svéd-amerikai NATO tag vagy nem, ez kevésbé érdekel, de az, hogy egy ifjú lány, gyerek, mosolyog, jókedvű, és küzdőszellem van benne. Az van. Az van. Az kell is. Ő azt hiszi, hogy én tudok minden nyelven a világon. Na, lass. Zsaséj. Ez cigányul van. Ez cigányul van, igen. Mi az, hogy zsaséj? A zsaséj az azt jelenti, hogy hajrá lányok, gyerünk lányok. A zsá az egy ilyen indulat szó. De ez egy csomó dalban is benne van. Zsaséj zsámó. Ez innen lehet. Igen. Amikor kérdeztétek, hogy feliratok valamit, ami nektek majd meglepetés lesz, azért elgondolkodtam, mert ugye bármit lehetett volna. És most ez valahogy egy ilyen nagyon intenzíven bennem volt a napokban. A zsaséj az talán most ébredtem rá, hogy milyen sokat is adott nekem az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 2 évben, mert hogy ez a közös barátnőmmel a közös műsorunknak a címe. Hol? A Dik TV-n és a Dik Rádióban. Először is úgy kezdődött, amikor a rádióban elkezdtem dolgozni. A válásomat követően az volt az első munkahely, ahol lehetőséget kaptam. Hogy fogalmam se volt, hogy én most mit fogok itt csinálni. Én életemben nem vezettem műsort, ilyen vágóasztalt még sose láttam közelről. De tanulni tudsz. De tanulni azt tudok. És nem volt nagyon időm, mondta, egyszer megmutatta valaki, így kell, jó? Mondtam, ha jó, rendben. Valami csak lett, valahogy ez is menni fog. És akkor ismertem meg a barátnőmet, aki most már barát, most már hosszú, már több mint 2 éves barátságot tudhatunk magunk mögött, és ez a zsaséj, ami közös szerelem gyerekünk, amire méltán lehetünk szerintem nagyon büszkék. Akkor egy rádiós műsorként indultunk, együtt tanultuk ki a
szakmát, ha így lehet mondani. Ha szerintem visszahallgatnánk az első műsorunkat, akkor biztos jókat nevetkélnék rajta. Nem mondom, hogy azóta profivá nőttük ki magunkat, mert messze nem, tehát hogy inkább lelkes amatőröknek mondanám még mindig csak magunkat. De nagyon-nagyon sok tartalmas beszélgetést tudhatunk magunk mögött. Arról nem is beszélve, hogy ez a zsesély, egyébként nem mi találtuk ki ezt a nevet, egy ilyen rádiós brainstorming során mondtuk, hogy valaki mondja már valami ott, ami rövid, és leírja azt, amiről itt szó van, arról, hogy két magyar cigány anyuka olyan nem hétköznapi témákat akar boncolgatni egy asztalnál, amik nem jönnek fel mondjuk egy ebéd során. Itt fekete turizmus, abortusz törvény, 21. századi nők szerepe a világgazdaságban, tehát mindenféle témát igyekszünk érinteni, és a legtöbbször vendéggel, és nagyon sok olyan személy is elfogadta meghívásunkat, akikre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon-nagyon örülünk, hogy megismertük őket, Erős Antónia, Schwabi András, Tatár Csilla, tehát nagyon-nagyon sokan voltak a vendégeink, nagyon élveztük ezeket a beszélgetéseket, de ami még fontosabb, hogy egyrészt az, hogy ezek az emberek elvállalták, vagy ilyent mondtak ezeknek a felkéréseknek, annak van szerintem egyrészt egy üzenete a cigány közösség felé is. Másrésztről pedig azt gondolom, hogyha egy ilyen téma megérint bárkit, vagy elindít egy gondolatot bárkiben, akkor annak már nagyon komoly értelme van, hogy mi ezt csináljuk, és nagyon jók a visszacsatolások a közösségen belül is, ami nekem nagyon fontos, és nagyon-nagyon szerettem volna, ha tudott volna a Szandi barátnőm csatlakozni hozzá, műsorvezető társam a mai nap során. Egyébként egy fantasztikus nő, akire elmondhatatlanul büszke vagyok. Anyukám csak annyit szokott mondani, hogy Szandit receptre kérne írni a szomorúságra. Tehát ő egy ilyen elragadó személyiség azon túl, hogy ő nem egy dicsekvő nő, nem szeret az érdemeivel dicsekedni, ezért én szoktam az ő érdemeivel dicsekedni. Jó barát, igen. Igen, tehát hogy ő végzett a Cambridge-en és az Oxfordon is, és anyanyelvi szinten beszél nem tudom hány nyelven, tehát egy kivételes nő azon túl, hogy nagyon szép, és a legfontosabb az, hogy milyen ember, meg milyen édesanya. Tehát ő nekem minden tekintet egy példakép, és azt, hogy egy ilyen nővel élhettük ezt meg, ezt a történetet, és építettünk föl valamit, és mondhatunk a magunkénak, ezért írtam ezt el. Mondtad, hogy ez egy nagyon jó példa lehet a roma közösségnek, ez a műsor, meg az, hogy ti magyar cigány nőként miről beszélgettek, de én szerintem meg nem a roma közösségnek jó példa ez csak, hanem a többségi társadalomnak is. Értelmű. Itt most csak azt mondtam, hogy bocsáss meg, abszolút igazad van, hogy nagyon sok a visszajelzés. Mondjuk megállítanak az utcán, és mondják, hogy jaj, de érdekes volt, és olyan jó, és miért nem hallottuk, és hova tűnt a műsor, mert hogy a rádióban átkerültünk a tévére, aztán a tévén egy időre abban maradt, mert Szandi kapott egy olyan állást, amivel nem lehetett ezt összeegyeztetni, és most volt lehetőségünk, most fért bele neki is úgy az életébe, hogy közösen újra kezdjük. Ő mennyi idős? Egy idősek, talán egy évvel idősek vagytok. Egy évvel idősebb. És neki egy vagy két gyereke egy, van? Egyes. Lányom van, pont a lányommal egy idős. Jól van. Jó kis műsor. Az a lényeg, hogy mi nagyon nagy szeretettel és szívvel, lélekkel készítjük ezeket a műsorokat. Egyrészt azért, mert hiszünk abban, hogy azzal, hogy mi szerepet vállalunk mondjuk a Dig TV-ben, és mint az arcunkat is, meg az élettörténetünket is adjuk hozzá, azt gondolom, hogy lehet belőle merítkezni, legalábbis remélem, hogy vannak, akik tudnak ebből meríteni. Jól van. Én itt most megismertem egy bő háromnegyed óra alatt egy vidia keménységű ifjú hölgyet, aki mindezt rendkívül kedvesen mosolyogva közli a világgal, és ez így van rendben egyébként. Ezek a jó példák. És ahogy én például három gyerek apukájaként fogalmam nincs, hogy kell gyereket nevelni. Ez nekem, ez egy olyan magas szintű tudomány, amihez én biztos nem értek. Én azt tudom, hogy amiből viszont a gyerekeink tanulnak, az a példa.
És nem lehet rosszat a gyerekednek lenni. Köszönöm, hogy itt voltál. Hát ez a legszebb zárószó, amit kaphatok. Mm. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Nagyon köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.